10. alkalommal rendezték meg az 525 Cup utcai kosárlabda fesztivált augusztus 19-én az Akadémia új telepi sportpályán. Az esemény fő szervezője Tóth Ádám és Koszorúsné Tóth Katalin önkormányzati képviselő volt. Az utcai kosárlabda mérkőzések mellett a Face Team és a Bartenders izgalmas bemutatókkal szórakoztatta a megjelenteket. A rendezvényt Riz Levente polgármester nyitotta meg. Augusztus 19-én immáron 10. alkalommal tartották meg az 525 Cup utcai kosárlabda fesztivált. A rendezvénynek a kezdeti időszakban az volt a fő célja, hogy összehozzák a kerületi játékosokat, viszont az évek alatt úgy kinőtte magát az esemény, hogy már a szomszédos kerületekből, illetve városokból is érkeznek résztvevők. Az eseményt Riz Levente polgármester nyitotta meg. Ez a kerület legnagyobb kosaras rendezvénye, ami szintén nagyon jó, és szeretnénk arról is egy pár szót mondani, hogy a kerületben a kosárlabdát szeretnénk jobban megerősíteni. Ugye itt egy sportcsarnok fog épülni 2018-19 folyamán, és az építkezés tervének az elkészítésénél kifejezetten szempont volt, hogy alkalmas legyen az épület NB1-es kosárlabda mérkőzésekre is. Tehát, hogy legyen a kerületnek majdan évek múltával egy NB1-es szintű kosárlabda csapata. Én szerintem az ilyen helyi kis közösségekből fog ez kinőni. A 17. kerület sporttevékenysége nagyon sokrétű. Az önkormányzat nagy gondot fordít arra, hogy a különböző mozgásformáknak teret és támogatást adjon. Az esemény megálmodója Tóth Ádám és Koszorúsné Tóth Katalin önkormányzati képviselő volt. Serdülőként ő már elkezdett kosárlabdázni, és itt az 525-ös téren nem volt kosárpálya, és bejött egyszer hozzám, és mondta, hogy Kati néni, nagyon szeretek kosarazni, csináljunk ide egy pályát, és hát létre is hoztuk ezt a pályát. Pontosan 10 évvel ezelőttre készült el, amikor is az első kosárlabda fesztivált megszerveztük. Ez egy nagyon-nagyon jó közös munka. Nem csak utcai kosárlabda mérkőzésekben bővelkedett a fesztivál, különleges bemutatókat is láthattak a résztvevők. Fellépett a Face Team, akik akrobatikus kosárlabda, korfball és kézilabda showkat adnak elő a világ minden pontján. Emellett a Bartenders Radányi Norbert vezetésével a saját testsúlyos edzésbe vezette be a megjelenteket. A délelőtti időszakban 3-3 elleni kosárlabda lesz, aztán a délben lesz majd egy-két külön bemutató, délután pedig a döntőket fogják lejátszani, majd utána büntetődobóverseny, zsákolóverseny, hárompontos dobóverseny és királykiesős játékra lesz lehetőség nevezni. A mozgás mellett a jó kedv és a finom ételek sem maradhattak el. A szervezők a pizza és pörkölt mellett desszertként egy stílusos tortával is kedveskedtek a kilátogatóknak. A marcipános csokoládé és édességet Dunai Mónika országgyűlési képviselő vágta fel, aki általános iskolás korában igazolt kosárlabdajátékos volt. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a sportot is kipróbálhattam. Szerintem fantasztikus élmény, mind a streetball része, mind a klasszikus kosárlabda. A gyorsasága, a pörgése, a csapatjáték eleve egy óriási élményt jelent mindenkinek, úgyhogy én nagyon buzdítok mindenkit, hogy próbálja ki. A nap végén több kategóriában is születtek győztesek. A Most Wanted Players csoportban Kovács Gergely, Arató Balázs, Szabó Péter, Magyar Tamás volt a legkiemelkedőbb. A hárompontos bajnok és királydobó verseny győztese Molnár Bence lett. A legjobb zsákoló Bodnár Csaba, a büntető dobóverseny győztese pedig Madaras János volt.